Vasárnap tartották az időközi választást Gyulajon, melyen 467 lakos gyakorolta alkotmányos jogát és ment el szavazni. A választás egyértelmű többséggel zárult, így továbbra is Selmeci László töltheti be a község polgármesteri címét. Az újraválasztott településvezető azt mondta, az előző 2,5 éves ciklusa során a községi jólétét, biztonságérzetét és infrastruktúráját fejlesztette, melyet az elkövetkezendő 5 évben tovább igyekszik gyarapítani. Én szeretném tényleg úgy továbbvinni, ahogy most már elkezdtem ezt abba a 2,5 évbe, amit eddig voltam. És azért is gondoltam, mert szeretném, megindult pár programunk, pár pályázatunk most kezd megvalósulni, és ezt szerettem volna már továbbvinni. És azt szeretném, hogyha tényleg a községünk itt a pályázatok útján, meg amit tudunk támogatást szerezni, azáltal jobbá, szebbé és élhetőbbé válna. Itt felújítottunk a konyhánkat, napközis konyhánkat felújítottuk, ott az idős otthonra főznek, és gyerekeknek, meg a rászorultaknak itt a községbe, és utakat javítottunk, újítottunk fel járdákat, úgyhogy azért lassan alakul szépen minden. Az ismételten megválasztott polgármester a további fejlesztéseket állami támogatásokból és a nyertes pályázatokon keresztül kívánja véghez vinni. Azt mondja, nagyon fontos, hogy a település lakói értékelik mindazt, ami eddig megvalósult, ennek megfelelően a továbbiakban is számít a segítségükre. Amire sikeresen pályáztunk, a belterületi közterületek karbantartására nevezett pályázatba eszközökre, ilyen fűnyíró, kis traktor, pótkocsi, stb. Ilyen dolgokat, ezt meg is nyertük, el is hoztuk, itt is van már az önkormányzatnál, úgyhogy ezzel is próbáljuk szebbé tenni itt a környezetet. Akkor a másik pályázatunk, az pedig az óvodai kültéri játszóeszközöknek a felújítása és fejlesztése, ott is 5 millió forint értékben megnyertük a pályázatot, az is folyamatban lesz, ebbe az évbe menni fog. A következő utakra nyertünk, belterületi utakra, az Árpád utcának a hátsó 58-as házszámtól felfele, ott azt a részt tudjuk felújítani majd, a Széchenyi utcát tudjuk felújítani, és ha még jut rá egy kicsi marad is, akkor még a Szabadság utcába is szeretnénk egy kis kövezést, mert az földes, az földút, úgyhogy ott is szeretnénk valamit lépni, hogy ez is rendben legyen. Most, hogy benne vagyunk ebbe az első 33 magyar faluba, amit ilyen felzárkózó faluba, amit itt kiemelten fognak támogatni. Én úgy gondolom, ez nagyon jó lesz itt a községnek, meg a lakóknak is, mert itt tényleg sok mindent el tudunk majd érni, én úgy gondolom, hogy úgy nézünk itt az elkövetkezendő idő elé, hogy tényleg sok mindent össze tudunk majd hozni. Egy kényelmesebb, jobb körülmények közötti település képét vetítettük magunk elé, melynek célja, hogy megelőzze a településről való elvándorlást. A község lakói összekovácsolása érdekében különféle programokkal készülünk Gyulajon, mert itt azt várják még, érték az összetartozó közösség, mondja a polgármester. Az óvodával, iskolával nagyon jó a kapcsolatunk, én úgy gondolom, a Máltai Szeretetszolgálat Alapítványa, iskola alapítványa működteti, úgyhogy nagyon jó, újnak mondható, hát újszerűnek az iskola is, az óvoda is, meg úgy gondolom, hogy a tanítási színvonal is megfelelő. A polgármester a jövőben folytatni szeretné a fejlesztési munkát, többek között egy új gyógyszertár létesítését tűzte ki célul a közösség kényelme érdekében.